A jövő emlékei. A film Erich von Däniken a jövő emlékei és Vissza a csillagokhoz című könyvei alapján készült. Fényképezte Ernst Wild. Zene Peter Thomas. Magyar hangok. Kertész Péter, Fülöp Zsigmond, Perlaki István, Kautsky Armand. A szinkron a Zoom Kft. Megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Kaliforniában 1800 méterrel a tengerszint fölött működik az az obszervatórium, amelyben a világ legnagyobb távcsöve található. Mount Palomar. Az óriási parabola tükör a legtávolabbi csillagok fényét is ezerszeresére erősíti fel. Az 5 méteres tükör szállításához 75 kilométer utat kellett megépíteni. Palomari távcső 4 milliárd fényév mélyen képes a világűrbe pillantani. Egy fényév egy annyi kilométer hosszúságú szakasz, amelyet egy 9-es és 12 nulla fejez ki. Itt olyan csillagködökről készítenek fényképeket, amelyek 18 trilliárd kilométerre vannak tőlünk. Egy trilliárd az egy egyes 21 nullával. A Mount Palomari óriás távcsővel sok millió csillag látható. A világ minden táján foglalkoztatja a kutatókat a kérdés, hány csillagon van élet? Ma már tudjuk, hogy egyedül a mi tejútrendszerünkben mintegy 50 millió olyan csillag van, amelyen a fejlődés magas fokán álló élet lehetséges. Tehát elképzelhető, hogy Földünkön valamikor látogatók jártak az 50 millió csillag valamelyikéről. Ez a felismerés csak mára vált lehetségessé, amióta az ember kilépett a világűrbe. Werner von Braun mondja. Valószínű, hogy nem csak növényi és állati élet, hanem intelligens élőlények is léteznek az univerzum végtelen térségében. Sőt, erről meg vagyok győződve. Hermann Oberth professzor, az űrutazás atya azt mondja. Lehetségesnek tartom, hogy idegen intelligenciák régebbi időkben meglátogatták Földünket. És hozzáteszi. A tudósok először minden új gondolatot elutasítottak. Amikor a vasutat feltalálták, a tudósok azt állították, hogy az ember 30 km per óránál nagyobb sebességet semmiképpen nem érhet túl. Kazancsev, a Moszkvai Természettudósok Uniójának tagja, ismert szovjet-orosz tudós ezt mondta. Arra a kérdésre, hogy meglátogatták-e valaha idegen intelligenciák a Földet, igennel válaszolnék. És dr. Vyacheslav Zajcsev, a Minszki Fehér Orosz Tudományos Akadémia tagja így beszél. Igen, én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Földön kívüli lények meglátogattak minket, hiszen túl sok nyomot hagytak hátra bolygónkon. Csak mi nem tudtuk ezeket még megfejteni. Csak most, amikor mi magunk is a csillagok felé indulunk, csak most vagyunk elég érettek ehhez a gondolathoz. Emlékezzünk csak, így kezdődött.
persze a kudarcok sem maradtak el. Kutatás feltartóztathatatlanul folytatódott. A rakétatechnika megnyitotta előttünk a csillagokhoz vezető utat. Még ebben a században emberek fognak leszállni a Marsra, a következő században pedig a Vénuszra. Hogyan fogadják majd asztronautáinkat, amikor idegen lakott csillagra lépnek? Ellenségként vagy istenként? Nézzék meg önök is, hogyan viselkednek primitív emberek, ha hirtelen a legmodernebb technikával találkoznak. A II. Világháborúban amerikai katonák szálltak le a Csendes-óceán világtól távol eső szigetein. Utánpótlásbázisokat és tábori repülőtereket rendeztek be. A háború befejeztével hazarepült. És ekkor valami különös történt. A benszülöttek, akik még a kőkorszak szintjén éltek, repülőgéphez hasonló fétiseket készítettek szalmából és bambuszból, és primitív leszállópályákat építettek. Mert ők az idegeneket isteneknek tartották, és remélték, hogy visszahozhatják őket az égből, hiszen azok olyan kincseket hoztak nekik, amelyek az ő világokban nem léteztek, szerszámokat és fegyvereket, amilyeneket ők még sohasem láttak. Újra meg újra leszálltak az égi járművek. Porfelhő és nagy zaj közepette. A fehérbőrű idegenek sohasem mentek vadászni, és mégis mindig volt mit enniük. Az égből jöttek. Csak istenek lehettek. Istenek a csillagokból. A benszülöttek türelmesen várták a fehér istenek visszatértét. Kiválasztott férfiak szakadatlanul az eget kémlelték. Éjjel és nappal. Áldozatot mutattak be, virrasztottak és reménykedtek. De az istenek nem tértek vissza. Amit itt bemutattunk önöknek, az egyfajta vallás megszületése volt. Szinte valamennyi mondánk, mítoszunk és vallásunk így keletkezett. Alapjukat őseink találkozása képezi földön kívüli, a technika magas fejlettségi fokán álló lényekkel. Minden esetre ezt állítja a két szovjet-orosz tudós és kutató, Kazancsev és Zajcsev. Mexikói és a dél-amerikai indiánoknál, az egyiptomiaknál és az indiaiaknál is idegen asztronauták látogatásáról tudósítanak mondák és legendák. Persze nem asztronautákról beszélnek, hiszen ezt a szót nem ismerik. Istenekről szólnak, akik földünket különös égi járműveken látogatták meg. Ezek az istenekről szóló beszámolók nem lehetnek a virágzó fantázia szüleményei, különben nem találnánk meg őket a föld valamennyi népénél. Köszönöm.
Az istenek látogatásáról szóló beszámolókat ma is elolvashatjuk, például a tibeti Kancsúr könyveiben. A Kancsúr több mint 1000 könyvben a lámizmus szent szövegeit tartalmazza. Ez a világ legterjedelmesebb titkos írása. A mai napig a Kancsúr szövegeknek csupán 1%-át fejtették meg. Ezekben a szövegekben újra és újra istenekről olvashatunk, akik az égen jelennek meg, fénylő gyöngyszemekről, átlátszó golyóbisokról, amelyekben az istenek lakoznak. Egy bizonyos, a Kancsúr szövegek teljes megfejtése még sok mindent fog elmondani nekünk földön kívüli lények látogatásáról. Ez az indiai a Mahabharata bölcsességeiben mélyed el. A Mahabharata az indiai nemzeti eposz, amely még ma is igen elterjedt a népkörében. 80 ezer sora legalább 6 ezer éves. Ez egy szövegrészlet a Mahabharatából. Ebben is elképesztő bizonyítékait találjuk az istenek látogatásának. Újra meg újra vimánákról olvasunk. Ezek égi járművek, amelyek higany és erős felhajtószél segítségével nagy magasságokban képesek repülni. Így néz ki egy vimána rekonstrukciója, amelyet az orosz tudós Kazancsev pontosan a Mahabharata leírása alapján készítetett. Csak aki szem és fül tanúja volt egy rakéta indításának, csak az írhatta szó szerint, Bhima az ő vimánáján szörnyű nagy sugáron repült, amelynek fénye a napfénye volt, és amelynek robaja olyan volt, mint a vihar döntése. Újabb időkben egy indiai tudós ősi szövegeket fordított le. Dr. Kanjilal professzor a Kalkuttai Egyetemen tanít. Ez a tudós a Szába Párván szövegeiben részletes adatokat talált földön kívüli lényekről. A földön kívüliek tetszésük szerint mozogtak az űrben és a földön. Az is gyakran előfordult, hogy kiválasztott embereket magukkal vittek űrbéli városaikba. Amikor aztán ezeket az embereket visszahozták a földre, azok lelkesen számoltak be élményeikről. Az emberek mindenféle templomot építettek ezeknek az égi lényeknek, és ezek a templomok alaprajzukban és felépítésükben gyakran égi járművek másolatai voltak. Az emberek természetesen semmit sem értettek a földön kívüli látogatók technológiájából, de kőépítményeikkel azt próbálták utánozni, amit az égi lényeknél megfigyeltek. A templomokat és palotákat a földön kívüliek rezidenciájának szánták. A földön kívülieket az égből a földre akarták csalogatni. Azt akarták, hogy mindenük meglegyen itt. A munkaerő és a pénz nem számított, ha az istenekről volt szó. A Szába Párván szövegeiben különböző szerkezetek leírása szerepel, amelyek nyugodt lassúsággal haladtak égi pályájukon. Ezeknek a gigantikus űrbéli városoknak belsejéből különféle kisebb járművek szálltak elő. A régi indiaiak ezeket vimánáknak nevezték. Maguk az űrbéli szerkezetek óriásiak voltak, és mint arany vagy ezüst csillogtak az égen. Bennük élelem, ital, víz, minden, ami az életet kellemessé teszi, de szörnyűséges fegyverek is voltak. A Vána Párvád 168., 169. és 173. fejezetében még egy ütközet leírását is megtaláljuk, amely az égbolton zajlott. Rettenetes csata tört ki, amelynek során a légiváros magasan az égbe repítődött, aztán megint a földhöz közelített. Egyik oldalról a másikra billegett. Miután a harc hosszú ideig ide-oda tombolt, Iryuna kilőtt egy halálos lövedéket, amely az egész város darabokra tépte, úgyhogy az a földre zuhant. Olyan látvány volt, mintha 1000 csillag zuhant volna a földre. A csillagok háborúja már a kőkorszakban lezajlott.
Gyakran előkerült ugyan az az érv, hogy az ég szócska az üdvözülés helyét jelöli. És nem lehet szó szerint, hogy az ég valójában egy szellemi állapot a halál után. Ez azonban semmiképp sem igaz. Mert a régi indiaiak pontos különbséget tudtak kihámozni az ég, mint az üdvözülés helye, és az égbolt között. Így például ezt olvashatjuk a Drona Parvában, a 690. oldalon, a 62. sorban. A bátor azuráknak eredetileg három városuk volt az égben. A városok mindegyike nagy volt és kiválóan megépített. Az egyik olyan volt, mint a vas, a második, mint az ezüst, a harmadik pedig úgy fény lett, mint az arany. Amikor aztán a három város az égbolton találkozott, Mahadeva Isten átütötte őket egy rettentő sugárral. Folytatjuk a kutatást földön kívüli lények látogatásának bizonyítékai után. Következő állomásunk Bagdad, Mezopotámia fővárosa. Ott az iraki múzeumban találtunk egy új nyomot. Itt ugyanis számunkra fontos ékírásos táblákat őriznek. A táblák legalább 5000 évesek, és titokzatos lényekről számolnak be, akik füstfelhőben és mennydörgés közepette jöttek a földre. A századforduló táján bukkantak rá arra a 12 ékírásos táblára, amelyek a Gilgames eposzt tartalmazzák. Itt a Gilgames táblák töredékeit látják. Az eposz olyan teremtéstörténetet beszél el, amely nagyon hasonlít a bibliai teremtésre. Azonban a Gilgames eposz szerzői 2000 évvel korábban éltek, mint a Biblia írói. Gilgames, az eposz hőse, Isten és ember keveréke volt. A hetedik tábla elképesztő dologról tudósít. Enkidu, a hős egy barátja, itt egy ősi kőbevésett ábrázolásról, először ad szemtanúként leírást egy űrutazásról. Miután 12 óra hosszan emelkedett a földről az égbe egy ércből készült égi járművön, szó szerint ezt olvashatjuk. Nézd le a földre, milyennek látod? Pillancs le a tengerre, az milyennek tűnik? És a föld olyan volt, mint egy liszkása, és a tenger, mint egy itatóvály. Szinte ugyanezekkel a szavakkal ecsetelték benyomásaikat a föld felületéről az amerikai holdutazók is. A hold tenger felett repülünk. Ezek között a megközelíthetetlen sziklafalak között, Qumran közelében, 1947-ben néhány pásztorfiú elkóborolt kecskéket keresett. Véletlenül bukkantak rá ezekben a barlangokban az úgynevezett Qumran szövegekre, amelyeket mindegy 2000 évvel ezelőtt bőrre jegyeztek le. A Qumran szövegek is különös égi járművekről számolnak be, és az égfiairól, akik leszálltak a földre. És valahányszor az istenek megjelentek vagy eltűntek, mindig tűz és füstfelhőt vontak maguk után. Az ősi forrásoknak eddig csupán körülbelül egy ezred része adta ki titkait. Túl kevés tudós dolgozik a források fejtésén. Pergamenre és fakéregre írt, agyaktáblákra rótt írások hegyei porosodnak a raktárokban. De legalább azt a keveset, amit eddig megfejtettek, végre szó szerint kellene vennünk és ellenőriznünk ténytartalmukat. Nem lehet és nem szabad az égi járművekről és isteni jelenésekről szóló valamennyi leírást egyszerűen a fantázia szüleményeként egy legyintéssel elintézni. Gondoljon csak vissza, hogyan reagáltak a csendes óceáni szigetekben szülöttjei, amikor először láttak repülőgépet. Ha lett volna írás, idegen istenek látogatásáról szólnának feljegyzéseik. A mi feladatunk, hogy valamennyi monda és mítosz ténymagját megvizsgáljuk. Egy valaki ezt már 100 évvel ezelőtt megtette. Itt Kis-Ázsia partjainál 1864-ben egy ember a legendás Tróját kereste. Ez alatt a domb alatt megtalálta. Ez az ember Heinrich Schliemann volt. Fejébe vette, hogy Homérosz énekeit, az Iliászt és az Odüsszeiát szó szerint veszi. Minő ostobaság, mondta akkoriban a szaktudomány.
Mindenki tudja, hogy Homérosz a műveit az időszámítás előtti 8. században írta, és hogy azok költemények, csak és kizárólag költemények. Heinrich Schliemann azonban szilárdan hitt abban, hogy Homérosz költeményeit történelmi tényleírásként kell felfognunk. És végül valóra válthatta ifjúkori álmát. Homérosz szövegei alapján megtalálta az ősi Tróját, és felékesíthette feleségét azzal az aranyékszerrel, amelyet Priamosz kincses kamrájában talált. Schliemann szó szerint vette Homérosz költeményeit, és megtalálta Tróját ott, ahol annak Homérosz leírásai alapján lennie kellett. Valaha megmosolyogták őt, de ma Heinrich Schliemann az egyik legnagyobb régésznek számít. Kövessük őt az ősi forrásokba vetett hitében, és mi vegyük a Bibliát szó szerint. A Bibliában ez áll. És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az égből. Első könyvének 19. fejezetében Mózes egy drámai esemény leírását adja. Isten elküldte hírnökeit, hogy figyelmeztessék Lót családját. Így szóltak Lóthoz. Menzd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken. A hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ma már tudjuk, hogy egy hegytömb védelmet nyújt a sugárzás ellen. Az égi hírnökök sürgették őket. Kelj fel, vedd a te feleséged, és jelenlévő két lányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. A hírnökök talán tudták, hogy már megkezdődött egy megsemmisítő csapás visszaszámlálás. Egy bizonyos, Szodomát és Gomorrát, a két virágzó várost egyetlen csapás pusztította el. Egy óriási robbanás, amely abban az időben még nem lehetett földi eredetű. A bibliai tudósítás így zárul. És íme felszálla a földnek füstje, mint a kemence füstje. A Sínai hegységben több mint 2000 méter magasra nyúlik a Hóreb hegy. Itt a magányos magasságban vette át Mózes Istenétől a 10 parancsolat szövegét. Itt kapta meg az utasításokat a Frigyláda megépítéséhez is. Mózes második könyvének 25. fejezetében a következő utasításokat találjuk a bámulatos berendezés megépítéséhez. És csináljanak egy ládát Sittim fából, borítsd meg azt tiszta arannyal, belül is kívül is megborítsd azt, és csinálj rá körös körül aranypártázatot. Egészen precízek az utasítások, amelyeket Isten a Frigyláda megépítéséhez ad. És óva int, senki nem mehet a Frigyláda közelébe, mert az életveszélyes. Ő maga azonban a fedél tetejéről fog Mózeshez szólni, anélkül, hogy az látná őt. Mózesnak gondoskodnia kellett a Frigyláda hordozóinak különleges ruházatáról és lábbeliéről is. A cipőknek és a ruházatnak jól szigeteltek kellett lenniük. Ha ma Mózes ősapánk adatai szerint rekonstruáljuk a Frigyládát, akkor egy több száz volt töltésű kondenzátor jön létre. Az aranylemezek egyik oldala pozitív, a másik negatív töltésű volt. Valahányszor a Biblia a Frigyládát említi, mindig, mint itt a régi képeken, szikra eső veszi körül. És amikor Mózes megépítette a Frigyládát, képes volt, amikor csak akart, kapcsolatba lépni Istenével. A fedél talán hangszóró volt, amelyben Isten hangja megszólalt. Egy amerikai kollégium tanulói Minnesota államban szó szerint vették Mózes leírását, és 1961-ben megépítették a Frigyláda mását. Azonban a tanároknak el kellett zárniuk a szerkezetet, mert az életveszélyes elektromos feszültséget hozott létre. Modern szemmel a Biblia meglepő leírásokat tartalmaz. Megtalálható Illésmennybe menetelénél. Megmagyarázhatatlan leírás, ha csak nem volt a krónikás egy rettentő esemény szemtanúja. Egy tüzes kocsi jött tüzes paripákkal fentről, és magával vitte Illést egy útra. És amikor Illés visszatért, bámulatos dolgokat tapasztalt meg, és telve volt fölényes bölcsességgel. Izgalmas dolgok történnek a Bibliában. Ezékiel próféta beszámolóját hívő rajzolók illusztrálták. És lőn a 30. esztendőben, a 4. hónapban, a hónap 5-én. Megnyilatkozának az egek, és látám, és ímé forgószél jött északról. Nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, és belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és az vala ábrázatjuk, emberi formájuk vala, és mindeniknek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjöknek, és orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlán orca jobb felől, bika orca bal felől, és sas orca hátulról.
Hogyan másként írhatott volna le Ezékiel egy addig sohasem látott űrhajóst technikai felszerelésével? Ími egy-egy kerékvala a földön az állatok mellett. A kerekek, mintha tarziszkőből készültek volna, és úgy látszanak egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna. Jártukban négy oldaluk felé mentek vala, és talpaik magasan valának. És a talpak rakva valának szemekkel körös körül, mind a négynél. Egy űrhajó leszálló kompjainak fúvókái voltak ezek a szemek. Amikor a négy istenfiú eltávozik, Ezékiel így ír. És fölemel engem a lélek, és hallék mögöttem nagy dörgés szavát. És amaz állatok szárnyainak suhogását, amelyek egymást érik vala, és mellettük kerekek csikorgását, és nagy dörgés szavát. Ma azt mondanánk, a sugárhajtóművek robbajától kísérve a rakéta felemelkedik a földről. Semmi más nem lehetett, amit Ezékiel leírt. És most képek, amelyek önmagukért beszélnek. Így látták a képes bibliák művészei a jövendőlés angyalát. Fémlábakkal és leszálló tányérokkal. Nem ismerős? Nézzék a kép jobb oldalát. Ez a Dezsani kolostor. Távol a világ zajától Dél-Jugoszláviában fekszik. Itt 14. századi freskókat találunk, amelyek kapcsán a jugoszláv Svijet című újság feltette a kérdést. Vajon az ikonfestők Dezsaniben űrhajókat ábrázoltak? Igen, űrhajónak látszanak. Az elsőben egy férfi ül, keze egy kapcsolókaron nyugszik. Láthatólag a második űrhajót figyeli. Figyeljék meg a modern cseppformát és a fúvókákat. Repülés megfigyelői kezeikkel védik arcukat, félelmet és rémületet mutatnak. Meggyőző magyarázat nincs ezekre a képekre. Mint ahogyan nincs magyarázat az olaszországi Brescia melletti Val Camonica beli leletekre sem. Itt számos történelem előtti időkből származó sziklafestményt tártak fel. Közöttük különös istenábrázolásokat, plump kezes lábosban. Sisakjukon antennákat viselnek. Az aranyszarböböl partján. Itt áll a Topkapi palota. Itt kerestük és találtuk meg a titokzatos térképeket, amelyeket Piri Reis admirális hozott magával a távol-keletről a 18. században. A legrégebbi térképek a Krisztus utáni első századból valók, és valószínűleg még régebbi térképek másolatai. Íme az egyik. A későbbi időkben állatokkal és hajókkal díszítették. Európa és Afrika egy részét ábrázolja, valamint Közép- és Dél-Amerikát. Végezzünk el egy kísérletet. Tegyük fel, hogy egy űrhajóban ülünk magasan Kairó fölött. Akkor a kontinenseket ebben a torzításban látjuk. És most figyeljenek! A Piri Reis-féle térkép pontosan megfelel a mi világűrbéli látószögünknek. Még egy példa. Ez a térkép olyan területeket ábrázol, amelyek még ma is alig vannak felkutatva. Az Antarktisz. Csupán a 19. század óta tudjuk, hogy az Antarktisz mint kontinens létezik. Ez a térkép azonban 1532-ből való. Ha meg akarjuk magyarázni ezeket a térképeket, azt kell mondanunk, hogy a térképek mintáit a világűr magasságából vetették papírra. Thank you.
3 milliós város a Nílus partján. Kairótól 20 kilométerre fekszik Gizeh, az emberiség történetének egyik legnagyobb rejtélyével, a piramisokkal. A Keops piramis alapterülete 53 ezer négyzetméter. Ez 530 családi házhoz elegendő. A piramis 147 méter magas volt, amikor elkészült, mára 10 métert veszített magasságából. Járatok vezetnek a belsejébe. A piramis súlya 6,5 millió tonna. Ez annyi, amennyit 65 ezer súlyos mozdony nyom. A világ hetedik csodája 2,3 millió kőkockából épült fel, és eme kőkolosszusok mindegyike 2,5 tonnát nyom. A kockákat a Nílus túlsó partjáról, a Mokattam hegységből szállították ide. Egy olyan korban, amikor sem daruk, sem teherautók nem voltak. Akkor hát hogyan? Természetesen fagörgőkön. Aligha. Akkoriban akár csak ma szinte kizárólag datolyapálmák nőttek itt, és azokra nagy szükség volt a piramis építők élelmezéséhez. Hogyan emelték, hogyan cipelték a fellahok a kőkolosszusokat 147 méteres magasságig? Végezzük el a következő számítást. Ha 20 ezer munkás rettenetesen megfeszített munkával naponta 10 kockát mozgatott meg és tornyozott fel, akkor is 664 évre lett volna szükségük a piramis felépítéséhez. Tehát a piramisokat nem építethette egyetlen fáraó síremlékgyanánt. Ha a Keops piramis magasságát megszorozzuk 1 milliárddal, akkor majdnem pontosan a Föld és a Nap távolságát kapjuk. Puszta véletlen. A hosszúsági fok, amely áthalad a Keops piramison, a kontinenseket és az óceánokat két egyenlő részre osztja. Ez csak véletlen. Ludolf holland matematikus a 16. század végén kiszámította a pi-t, a számot, amellyel meghatározható a körkerületek. Ha a Keops piramis alapjának kerületét elosztjuk a magasság kétszeresével, akkor hajszál pontosan a csak 4000 évvel később meghatározott Ludolf-féle számot, a pi-t kapjuk. Talán csak véletlen. Nem, nem lehet valamennyi a piramisok építészetében megállapított matematikai és csillagászati értéket véletlenként kezelni. Ez a Kefren piramis. Amikor 1967-ben a tudósok ennek a piramisnak a belsejét modern sugártechnikával rejtett üregek után kutatva átvilágították, eredménytelenül kellett elvonulniuk. Első ízben esett meg, hogy a műszerek nem mutattak értékelhető eredményt. Egy ősi egyiptomi bölcsmondás szerint a világ retteg az időtől, az idő azonban csak a piramisoktól retteg. A Sphinx. Minden rejtélyek jelképe. 20 méter magas, több mint 73 méter hosszú. Kora ismeretlen. A Nílus völgy Luxornál. Egy keskeny sáv termékeny föld a sivatag közepén. Előttünk a királyok völgye. Ott lent temették el a fáraók idejében a királyokat.
Ezek mögött a barlangszerű bejáratok mögött meredek lépcsők és zegzugos folyosók vannak, amelyek a királysírokhoz vezetnek. 100 méter mélyen a sziklába vájva fekszik második Szétosz királysírja. A sírkamrát, de a négyszögletes oszlopokat és a domborműveket is magából a sziklából vájták ki. Itt is, akár a többi sírban, csodálatos festményeket találunk. Napfény ide nem hatol be. A boltozat tetején azonban nem találunk koromnyomokat, tehát fáklyák vagy olajmécsesek sem jöhetnek szóba. A tudósok azt állítják, hogy a régiek egy bonyolult tükörrendszer segítségével juttathatták le a napfényt a barlangba. Ám az akkoriban ismert ezüst tükrök a kapott fénynek csak mintegy 40%-át verték vissza. Néhány tükör után már az egész fény elnyelődött volna. A vázlat jól szemlélteti a problémát. Különös figurák vonulnak fel a sírkamra falán. Egy jellel mind az éghez, a világűrhöz való kötődésükre utalnak. Tutankhamen sírja a legkisebb, de a leghíresebb valamennyi királysír között. Az összes többi sírt az évezredek során kirabolták. Csak ez a sír őrizte meg egész gazdagságát. Itt egy 19 éves istenkirályt temettek el, aki hitt a feltámadásban. Ezt a múmiát 3000 évvel ezelőtt a testi újjáéledésre preparálták. Valamennyi múmiát biztos helyen őrizték. A mumifikálást eddig mindig vallási szokásnak tekintették. De azt is mondhatjuk, hogy ez tökéletlen utánzása volt a test konzerválásának, ahogyan azt az egyiptomiak a földön kívüli látogatóktól láthatták. Második Ramzesz szobra egyetlen tömbből kifaragva. Háborúk döntötték romba. Súlya 1200 tonna. 600 kilométerről a Mokatam hegység kőfejtőiből hozták ide. Senki sem tudja hogyan. A Memmon szobrok. Koruk 3500 év. 21 méter magasak, egyetlen tömbből kifaragva. Mindegyikük 1000 tonna súlyú. A Mokatam hegységből hozták ide őket. Senki sem tudja hogyan. Egy mai példa szemléletesen mutatja be azt a rendkívüli technikai felkészültséget, amely szükséges, hogy hasonló kőfigurákat megemeljenek, és mindössze 180 méternyire elszállítsanak. Abu Simbel a Nílusparti templom monumentális szobraival át kell adja helyét az új asszuáni gátnak. 3100 évvel azután, hogy a templom felépült, valamennyi kontinens nemzeteinek egyesült erejére volt szükség, hogy ezzel a feladattal megbirkózzanak. Speciális gépeket alkalmaztak. Darukat, amelyeknek teherbírását hidraulikával megnövelték.
300 000 mérés alapján végezték a számításokat a szoborkolosszusok feldarabolásához, mivel azokat szét kellett fűrészelni. Ez a munka több mint 3 évet vett igénybe. A modern technika még sohasem állt ekkora építészeti feladat előtt. De hogyan oldották meg az ilyen feladatokat a régi egyiptomiak mindezen technikai segédeszközök nélkül? Luxori obeliszk, 3500 éves, 26 méter magas, egyetlen rózsagránit tömbből kifaradva. 300 kilométerről Asszuánból hozták ide. A Karnaki obeliszk, 30 méteres magasságával valamennyi Egyiptomban álló oszlopot túlszárnyalja. Súlya 400 tonna. Ez az obeliszk Asszuánban található. Nincs befejezve. A legnagyobb a világon. Közel 42 méter hosszú. Súlya 1200 tonna. A világ egyetlen daruja sem lenne képes megemelni, nemhogy mozgatni. Ez a híres délkő. A legnagyobb ember által megmunkált kő. Súlya 2000 tonna. Baalbekbe szánták. A libanoni Baalbekbe Beiruttól 2 órás autóút távolságba. Templomokat a rómaiak és a görögök építették, tehát azok történelmi időkből származnak. Azonban a templomok mesterségesen kialakított alapokon állnak, amelyeket a legnagyobb kőhasábokból hoztak létre, amiket a világon valaha megmunkáltak és szállítottak. Kőhasábok. Hosszuk eléri a 20 métert, magasságuk 4,5 méter, szélességük 4 méter. Súlyuk eléri a 2000 tonnát. A Baalbeki terasz sokkal korábbról származik, mint a rajta álló templomok. A kőóriások megmunkálásának és szállításának mikéntjére a tudomány nem tud magyarázattal szolgálni. Agreszt orosz kutató földön kívüli űrjárművek kilövő pályájának tartja. Folytatjuk repülőútunkat délnyugat felé. Célunk a Janet oázis. A Szahara közepén, Algírtól 2000 kilométerre. Janet a kiindulópont a Tassili fennsíkjához. Mint holbéli táj húzódtak ma a kopár, rozsdavörös sziklaláncok a homoksivatagon keresztül. 15 000 évvel ezelőtt azonban a Szahara termékeny terület volt, és sokkal sűrűbben lakott, mint a föld más részei. Viharok és napsugarak mart a sziklafalak. Jeges északi szél korbácsolt a szakadékok 2000 méterrel a nap égett a homoksivatag fölött. Itt a Tassiliban sok ezer szikla és barlang festményt találtak. A legkorábbi rajzok 8-10 000 évvel ezelőtt keletkeztek.
A művészek tehát a korai kőkorban éltek, vadászok és földművesek voltak. A Tassili művészei mindig ugyanazokat a motívumokat ábrázolták. Állatokat, vadászokat, és... Mit jelent ez a különös figura a dudorokkal a fején? És mit a lábainál lévő alakok, kerek sisakokkal, amilyeneket csak a búvárok és az asztronauták viselnek? Se szemek, se száj, se orr. Csak látórések és kis kerek nyílások. Egy test súlytalanul lebeg a térben. Az űrben? Különös, hogy az őskori művészek környezetük állatait és embereit a legkisebb részletekig pontosan festették le. Csak a kerekfejű emberek és az óriások tűnnek nehézkesnek, pontatlannak. Miért? A művészek ezeket a lényeket valószínűleg nem látták elég élesen és elég sokáig. Naponta 5-6 órát menetelünk, köveken és homokon éjszakázunk, a Szahara szikrázó csillagos ege alatt. 6 napon át. Megbabonázva szemléljük ezt a felfoghatatlan világot. Ez vajon egy űrállomás vázlata? Itt egy dudorokkal ellátott korong egy belőle kiváló figurával. És itt vannak újra. Lebegő lények, súlytalanok, vázlatszerűek. A fejek elmosódottak, a ruházatok világos. Maradék ivóvízünkkel lelocsoljuk a sziklát, hogy az ősi festményeket jobban láthatóvá tegyük. Így tisztán látjuk a különös sisakot viselő alakokat zárt ruhájukban, az izületeknél valami zsanérszerűvel. Tízezer év távolából a körvonalak csak nehezen vehetők ki. Utána húzzuk őket milliméterről milliméterre. Sziklapárkány alatt egy meredek és boltozatos falon Henri Laud francia régész egy 6 méteres óriás rajzra bukkant. A nagy Marzisten nevet adta neki. Henri Laud még nem ismerte az űrhajósokat. Mi már elvégezhetjük az összehasonlítást. Mexikóban járunk. Egy olyan világban, ahol az istenek otthon voltak. Első úti célunk a Nemzeti Múzeum. Az asztékok hatalmas naptárköve. Átmérője 3,5 méter. Súlya 24 tonna. Régen ki volt festve, és a napisten temploma előtt feküdt.
A mitológikus képek olyan csillagászati megfigyelések eredményeit fejezik ki, amelyeknek pontossága csak ámulatba ejthet bennünket. Az asztékok az évhosszát a hold és a nap pályáiból számították ki, és akárcsak mi, pontosan 365 és 1/4 napot kaptak eredményül. Ezeket a pontos adatokat távcső és matematikai készülékek nélkül számították ki. Vagy létezett itt egy földön kívüli eredetű tudás? Ősi képződmény rejtélyes marad, hanem mai szemmel vizsgáljuk. A legnagyobb dél-amerikai rommezőn állunk. Ez Teotihuacán. Alig egy órai autóútra Mexico Citytől 2000 méter magasan terül el. Még csak egy kis része van feltárva. A Teotihuacán elnevezés jelentése az Istenek városa. Az Istenek városát a nappiramis uralja. 66 méter magas, alapterülete 150x140 méter. Piramis egy 2,5 millió tonnás hegy. Ez 25 000 mozdony súlyának felel meg. Sötétség fedi Teotihuacán korát és építőinek származását. De Teotihuacán tágas területén található Quetzalcoatl, a tollas kígyóisten temploma is. A hagyomány egy fehérbőrű, szakállas férfiról beszél, aki a csillagokból jött. Mesterségekre és művészetekre tanította az embereket, valamint a kukorica és a színes gyapot termesztésére. Mindenhol megtaláljuk jelképét, a tollas kígyó fejet. De aztán Quetzalcoatl visszatért a hajnalcsillaghoz, azonban megígérte, hogy egy távoli napon újra eljön majd. Teotihuacántól 30 kilométerre fekszik Tula. A monda még ma is úgy szól, hogy az ősidőben Tulát a távoli maja városokkal, Copannal, Chichen Itzával és Usmállal egy az égre függesztett létra kötötte össze. Ezek a monumentális szobrok úgy tekintenek a tájra, mint mély titkok néma őrzői. Ruházatuk egyforma. Valamennyien különös sisakot viselnek. Állítólag harcosok. Ám mellkasuk előtt igencsak technikai jellegű dobozokat viselnek, és kezüket egy olyan szerkezetre kulcsolják, amelyre a mai napig nincs magyarázat. Ha csak nem tartjuk ezeket valamiféle számunkra ismeretlen földön kívüli fegyvernek. Tovább repülünk a templomok és piramisok egy újabb rejtélyéhez, Chichen Itzába. Chichen Itza ősi maja település a Yucatán félszigeten. Építményei csillagászati adatok szerint vannak tájolva. Három terasz fölött a maják csillagvizsgálója emelkedik.
Alakja meglepően hasonlít egy mai modern obszervatórium. Nézzék meg jól ezt az Isten alakot. Egy kabinszerű keretben, mintha egy kormányt működtetne. És ismét itt vannak, antennaszerű képződmények a sisakján. Ez a piramis egy kővé vált, hatalmas és örök naptár. Négy lépcső sorának mindegyikét 365 fok alkotja. Az év minden napjára egy. Itt egy szárnyas isten, Kukulkán. Ő is a csillagokból jött, és oda is tért vissza. Helyette felbukkan egy véres isten, Sakmul. Kezeiben tálat tart, amelyben emberi szíveket áldoztak neki. A maják egész városokat építettek az alászálló istenek tiszteletére. Tulum városában művészi stukko ábrázolásokon szerepelnek az égből leereszkedő lények. Kitárt karjaik szögben behajlítva, cipőbe bújtatott lábuk rugós gólyalábakon nyugszik. Az alászálló isten kezes lábast és bukós isakot visel. A régészek ezeket az alászálló isteneket méheknek nyilvánították. Én a magam részéről semmi méhecskeszerűt nem tudok az ábrázolásokon felfedezni. A régi majáknak számtalan titkuk van. A legnagyobb azonban mégis ez. 600 évvel Krisztus születése után az egész nép hirtelen elhagyta a fáradtságosan felépített városokat, és észak felé a vadonba vonult, hogy ott új városokat építsen. Háborúnak, járványnak vagy hirtelen éghajlatváltozásnak azonban semmi nyoma. Csak egy a mi számunkra megmagyarázhatatlan parancs váltotta ki a dolgot. Mexikóban 16 százezret meghaladó lakosú város van. Az egyik Merida. Itt élnek a maják leszármazottai, akiknek saját, az ősi majából kifejlődött nyelvük van. Ők Latin-Amerika legbékésebb lakói. Arcuk akár a régi maják szobrai. Meridából végtelen mocsarak fölött repülünk La Ventába. Ott ugyanis ilyen kőfejek tucatjai hevernek a mocsár közepén. Mindegyikük közel 200 tonna súlyú. 130 kilométeres körzetben nincs kőfejtő, csak mocsár és őserdő. És újra fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogyan szállították ezeket a köveket? Napok óta alig várjuk már a pillanatot, amikor végre megláthatjuk a Palenki repülőistent, a Deniken könyv címlapképét. Még nem sejtjük, hogy elő milyen nehézségekkel kell megbirkóznunk. Palenk őserdejére forróság és nedvesség pára búrája borul. Elhullott teheneket és keselyük csapatait hagyjuk magunk mögött, ahogyan előre nyomulunk a Majákeme szent városának templomai felé. Újabb nehézségek. 8-szor tagadják meg tőlünk a forgatási engedélyt. Aztán végre egy szűk fél órára beléphetünk az egyébként lezárt sírkamrába. Lihegve, nedvességtől csöpögve rohanunk fel a templom lépcsőin, és ereszkedünk le a nedves forró sírbolt mélyébe. És itt van ő, először filmkamerák előtt, a
Palenki repülőisten. Amit a kamera lát, annyira megdöbbentő, hogy minden részletet pontosan követni akarunk. Itt egy ember ül egy kabinban. Figyelmét műszerek figyelése köti le. Kezei technikai eszközöket kezelnek. Bal lába egy pedált működtet. Itt a kabin végénél fúvókákat lehet világosan kivenni, amelyek tűzcsóvákat lövelnek ki. Ez valóban egy űrhajós test helyzete, ahogy azt mindannyian ismerjük. És öltözéke is olyan célszerű, mint egy mai astronautáé. Nadrág, derekán széles öppélével, és egy felső rész, amelynek ujjai szorosan a csuklóra simulnak, akár egy űrruhánál. Az ülés erősen párnázott. Erre erős gyorsulásnál szükség van. Egy férfi műszerek előtt ül. Ruházata akár egy űröltözék. Egy agregát, amely egy tűzcsóvákat lövel ki. A maják szerint a kőkép Kukulkán istent ábrázolja, aki a csillagokból jött és hozzájuk tért vissza. Ez a szenzációs dombormű immár 35 éve ismeretes. A szakirodalomban a legkülönbözőbb értelmezéseket olvashatjuk róla. Egy helyen azt állítják, hogy a sírfedőlap egy indiánt ábrázol, aki az áldozati oltáron ül. Kebeléből azonban már az új élet nő ki, egy stilizált kukoricacső formájában. Aztán meg azt olvasom. Nem, ez a kőlap Pakált ábrázolja. Pakál Palenk utolsó uralkodója volt. És ez a Pakál egy mitológiai szörny tátott torkába zuhant. A kőlap végénél én valami tűznyelvfélét ismertem fel. A szakértők ebben azon a véleményen vannak, hogy ez nem más, mint az időjárás isten szakállának stilizált tincse. Hát akkor én már inkább Ezékiel prófétával tartok, aki az Ótestamentumban valaha azt mondotta. Nektek embereknek szemeitek vannak, hogy lássatok, és mégsem láttok semmit. A Húsvét sziget, 4000 kilométerre Chile partjaitól, az Ezer Rejtély szigete. Apró, szinte elvész a csendes óceánban. Párizs hétszer ekkora. A csendes óceán vízsivataga fölötti 10 órás repülés után köd és esőfüggönyök mögül bukkan fel előttünk a Húsvét sziget. Benszülöttek még ma is így nevezik szigetüket, Matakitarani. Ez azt jelenti, szemek pillantanak az égre. Ennek a szomszédos szigetnek a neve pedig a madáremberek szigete. Itt vannak. Embertestű, madárfejű lények. Valóban madárfejek ezek? Vagy csak a benszületteknek tűntek annak? Lehetnek sisakuk is, légzőberendezéssel ellátva. A legenda arról tudósít, hogy ősi időkben repülő emberek szálltak itt le és tüzet gyújtottak. Ez Makemake, a sziget istene. Ma mintegy 2000 ember él a szigeten. Egyetlen korban sem volt 4000-nél több lakosa, ebben a tudósok egyetértenek. Ha azonban sohasem voltak 4000-nél többen, akkor nincs megoldás a Húsvét sziget rejtélyére.
hiszen az össznépesség mintegy 70%-át asszonyok, gyerekek és öregek teszik ki. A munkabíró férfiak legtöbbére szükség van a táplálék megszerzéséhez. A fennmaradók száma olyan csekély, hogy lehetetlen, hogy az egész sziget területén elszórt 600 óriási kőalakot ők hozták volna létre. A kőzet olyan kemény, hogy kőékkel való több órás kalapálás alig hagy nyomot rajta. A kőkolosszusok közül több meghaladja a 20 méteres magasságot. Súlyuk eléri a 400 tonnát. A legtöbb alak csak részben áll ki a földből. Valódi méretük csak akkor válik láthatóvá, ha kiássuk őket. Mind ugyanazt az idegenszerű embertípust és ugyanazt a fennhéjázó, zárkózott arckifejezést mutatja. Egyik akár a másik, mintha fotószalagon készültek volna. Ez az egy szobor lóg ki a sorból, amelyet Thor Heyerdahl ásott ki. Feje kerek, térdel. Ez volt a kőfaragó műhely a Rano-Raraku vulkánkráterének közelében. A kolosszusokat innen 20 km távolságra is elszállították. Nem voltak rabszolgák, sem fák görgők készítéséhez. A szigeten sehol sem találni vonszolásnyomokat vagy görgőpályákat. A legenda arról számol be, hogy a kőkolosszusok maguktól mozogtak. A mana által, amely egy titokzatos erő volt, csupán két pap rendelkezett vele. Egy napon azonban a papok a manával együtt eltűntek. Vajon ez volt a nap, amikor Rano-Raraku kőfejtőjében befejezték a munkát? Ezért van oly sok befejezetlen szobor. És mi volt hát a man? Lehet, hogy az idegen csillagról érkezett lények rendelkeztek elektromagnetikus erőkkel, vagy képesek voltak a nehézkedés törvényeit hatástalanítani. A Húsvét-sziget még ma is rendkívüli mágnesességet sugároz ki. Egy 1964-es francia expedíció beszámolója így végződik. Mivel ezen a szigeten titokzatos magnetikus erők hatnak, nem zárhatjuk ki egy földön kívüli kapcsolat lehetőségét. Visszatérünk a szárazföldre, Dél-Amerikába. Cusco. Az Inka birodalom ősi fővárosa a perui Andokban. Cusco 3600 méter magasan fekszik, és a legenda szerint a napisten küldöttei alapították. Ezek a szűk utcák még az Inkák idejéből származnak. A falakat hatalmas kövekből emelték. Kötőanyag habacs nélkül. Még egy késpenge sem képes a fogákba behatolni.
Ez a 12 sarkú kő olyan hihetetlen precizitással van megmunkálva, hogy ilyet ma csak a legmodernebb gépekkel érhetnénk el. És most jól figyeljenek! Ez a fal, amely ugyanúgy van felrakva, mint az inkák fala, egészen máshol áll. 6000 kilométerrel nyugatabbra, a csendes óceán közepén, a Húsvét szigeten. Vajon a Húsvét sziget kőfaragóinak és az inkáknak egyazon tanítómesterei voltak? Visszatérünk Dél-Amerikába. Magasan Cusco fölött terül el Sacsayhuamán, mintha játékos szeszélyből lenne összerakva, könnyedén egymásra tornyozva, akár a gyufaskatuják, a hatalmas kőtömbök 500 méteres falat alkotnak. Ez az építmény már az inkák idején is ősrégi volt. Amikor a spanyol hódító Pizarro az inkákat a fal építéiről kérdezte, azt a választ kapta, hogy azok Viracocha utódai voltak. Világos bőrű, vörös hajú és szakállas férfiak, isteni népe. A szakemberek némelyik kőtöm súlyát 500 tonnára becsülik. Azonban a tulajdonképpeni szenzáció nem az inkák fala. Az igazi szenzáció az a Sacsayhuamáni inka fal fölött terül el. Az egész hegyet óriási sziklatöredékek borítják, amelyek kivétel nélkül meg vannak munkálva. Olyan technikát alkalmaztak itt, amelyet nem tudunk felfogni. Egész sziklamasszívumokat vágtak, daraboltak szét. És mindezt jóval ezelőtt, hogy az inkák ide fönn tevékenykedtek. Maguk az inkák mesélték a spanyol hódítóknak, hogy a Sacsayhuamán inka erődítménye fölött elterülő titokzatos építményeket saját koruknál sokkal régebben az istenek építették, és ők is rombolták le. Ez a Calco Grande. Egy óriási sziklatömb fülkékkel, kamrákkal és alagútszerű bejáratokkal. A sziklán hatalmas felületek csiszolva vannak, szabályosan levágták őket. Pontosan úgy, mintha valaki egy késsel egy tortát darabolt volna fel. A régészetnek semmilyen magyarázata nincs erre a preinka kori rejtérre. Sacsayhuamán fölött egy olyan sziklalabirintus húzódik, amelyet a hagyományos értelembe véve nem is nevezhetünk rommezőnek. Meghatározhatatlan kőtömegek fekszenek itt körös körül, kisebb és nagyobb hasábok. Valamiféle építmények felismerhetetlen maradványai. A sziklából kőtömböket vágtak ki, nem tudjuk hogyan. Technikailag kifinomult részletek, mint például csapjukak, arra mutatnak, hogy itt fent valaha minden kínos pontossággal illeszkedett egymáshoz, egyik darab a másikra. Valamikor minden olyan volt itt, mintha egy darabból lett volna öntve. Az élek derékszöget alkotnak. Minden sziklakolosszus mögött újabb meglepetések várnak. Vannak itt képződmények, amelyek mintha kőszékek lennének. Az úttól jobbra és balra egyetlen, megmagyarázhatatlan kirakós játék. Senki sem tudja, ki építkezett itt, mikor, milyen technikai eszközök felhasználásával, és hogy mi volt hajdan az építmény rendeltetése. A hagyomány úgy tartja, égi tanítómesterek laktak itt, azonban amikor elhagyták a földet, megsemmisítették saját művüket, mégpedig úgy, hogy a levegőbe emelték, megfordították és leejtették. Valóban ez a benyomása az embernek. Vannak itt hatalmas tömbök csiszolt oldalfelületekkel. A derékszögű élek azt a benyomást keltik, mintha betont alkalmaztak volna. Mintha a fazsaluzatot csak tegnap szedték volna le a kőóriásokról. Azonban ez nem beton, ez gránit. És a hatalmas kődarabok a fejükön állnak, ahogyan a legenda is mondja. A lépcsők a tetőtől vezetnek a földre. Mai helyzetükben járhatatlanok.
Ezeknek a monolitikusan megmunkált szikláknak a célja felfoghatatlan. Semmilyen ismert rendszerben nem lehet őket besorolni. A perui Sacsahuaman Inka erődítménye fölött elterülő sziklalabirintus a legjobb szemléltető oktatást nyújtja egy olyan technikáról, amely számunkra még ma is felfoghatatlan. A király kordillerrák lábánál La Paz, Bolívia fővárosa. A világ legmagasabban fekvő fővárosa 3800 méterrel a tengerszint felett. A Titicaca-tó a föld legmagasabban fekvő tava. 4000 méterrel a tengerszint fölött. Piac a Titicaca-tó partján. Az ezer titkot rejtő tó fölött. Partjain ősrégi kultúrák nyomai lelhetők fel. A monda szerint itt szállt le a földre aranyos űrhajón Orjana, az ősanya. Tudást és mindenféle dolgokban való jártasságot hozott az embereknek, majd visszatért a csillagokba. Ami hátra maradt, Tiahuanaco, a világ legrégibb szentélye. Tiahuanaco ma 30 kilométerre fekszik a Titicaca-tótól. Ám a hagyomány szerint hullámai valaha a templom falait nyaldosták. Így nézett ki, lent a kis kikötő, fent a szent tavacska. Réges-régen kiszáradt már, hatalmas építmények maradványai veszik körül. Tény, hogy a Titicaca-tó vize évente 3 mm-rel hátrább húzódik. Ha tehát Tiahuanaco most 30 km-re fekszik a víztől, mennyi időnek kellett eltelnie, amióta a tó hullámai a templomok falait nyaldosták? Történelmi időben nem besorolható. Legrejtélyesebb dolog, amit Tiahuanaco ismeretlen népe ránk hagyott, a napkapu. Egyetlen sziklából van kifaragva, 10 tonna a súlya. Három sorban ábrázolva 48 szögletes figura vesz körül egy megmagyarázhatatlan alakot. Egy földön kívüli eredetű lény lenne. Valamennyi kontinensen megtaláljuk rejtélyes múltunk tanú bizonyságait. Ausztráliában is. Észak-Nyugat-Ausztrália szakadékos sziklái között igen-igen régi időkből származó sziklafestmények találhatók. Rajzok, amelyek valószínűleg az emberiség történetének legrégebbi üzenetei közé tartoznak. A
A rajz Voncsinát ábrázolja, aki a legenda szerint a tejút istennője. Voncsina is az égből jött, a föld gyermekei közé. Nem lehet véletlen, hogy valamennyi földrész művészei ugyanazokat a lényeket ábrázolták. Ha csak nem volt valamennyiüknek azonos a mintája. Ausztráliában, Amerikában, Afrikában, Európában, Ázsiában. Ez a híres japán doguk egyike. Ilyen szobrocskákat Honsú szigetén találtak, legalább 5000 évesek. Kazancev, szovjet-orosz tudós, aki a terület specialistája, gyűjteménye alapján elmondta. Én a figurákat idegenül hajósok ábrázolásának tartom. A figuráknak hermetikusan zárt sisakjuk van légzőszűrőkkel. Keskeny látóréssel ellátott szemüveget viselnek. Saját bolygójukon feltehetőleg kevesebb fényhez voltak szokva, mint nálunk. Űrruhájuk, mintha fel lenne fújva. Ez arra utalhat, hogy olyan világból jöttek, ahol magasabb a légkörnyomás. Nézzék csak meg a kezüket. Mintha nem emberi kezek, hanem mechanikus fogók lennének. Ha valaki ezeket a figurákat bálványokként akarja magyarázni, úgy azt kérdezem. Hogyan tudták az emberek, akik 5000 évvel ezelőtt éltek, idoljaikat ilyen technikai berendezésekkel felszerelni, ha nem volt mintájuk? Végül Kazancev felhívta a figyelmet a dogok és a nagy marsisten sziklarajza közötti hasonlóságra. A két lelőhelyet a félvilág választja el egymástól. Ennek a mexikói papisírból származó aszimmetrikus ékszernek is meghökkentő értelmezését kaptuk. Ha egy modern, nyomtatott áramkört fektetünk erre a mintázatra, a kuszának tűnő vonalak egy csapásra értelmet nyernek. Maradjunk Mexikóban. Eddig ezt az ábrázolást is puszta díszítménynek tartották. Ha azonban így kiegészítjük, akkor egy technikailag kiforrott, speciális fogót kapunk. Ez a kis agyagedény a bagdadi iraki múzeumban áll, több mint 2000 éves. Belsejében egy részcső volt, abban pedig egy különböző fémek ötvözetéből készült fénybot. Ha mindenhez sósavat adunk, elektromos áram keletkezik. Kétségtelenül ez egy elektromos elem. Volta gróf azonban ugyanezt az elektromos elemet csak 1500 évvel később találta fel. Egy további technikai csoda, ugyanerről a kultúrterületről, a British Múzeumban található. Egy csiszolt lencse, amilyet ma csak precíziós gépek és különleges csiszolóanyagok segítségével lehet előállítani. Csiszolt lencséket csak a 16. század óta ismerünk. Ez a lencse azonban több mint 2000 éves. Elő-Ázsiában ásták ki. Moszkvában az űrhajózás emlékművénél beszélgettünk a Fehér Orosz Tudományos Akadémia docensével, dr. Vyacheslav Zajcevvel. Két tényre hívta fel figyelmünket, amelyekre eddigi történelemképünk alapján nincsen magyarázat. Egyes számú példa egy bölény koponyája. 40 ezer évvel ezelőtt élt a szibériai tundrán. Lelőtték. Ezt bizonyítja a golyó ütötte lyuk. Szakértők megállapították, hogy a lövés csak nagy erejű lövedéktől származhat, és hogy a lövés az élő bölényt találta. Egy lövés 40 ezer évvel ezelőtt. A második példa, amire dr. Zajcev felhívta a figyelmünket, nyilvánvalóságában szinte ijesztő. Szovjet kutatók az üzbegisztáni Fergana közelében, nem messze a kínai határtól, találtak egy sziklafestményt, amelyet lerajzoltak. Kétszer-háromszor újra meg újra meg kell néznünk, hogy felfogjuk, mi maradt itt ránk a történelem előtti időkből. Egy lény, amely egy asztronauta sisakját viseli. A sisak szilárdan össze van kapcsolva az űrruhával. Vezetékek, légzőberendezések, megmagyarázhatatlan technikai berendezések. És az égen lebegve egy űrhajó, amelynek alakja két egymásra borított csészehajra emlékeztet.
nem csak Üzbegisztánban, a világon mindenütt találtunk ábrázolásokat repülő szerkezetekről és szárnyas lényekről. Ezt a sztélét Guatemalában egy El Baúl nevű falucska mellett találták. Rajta felismerhető egy magas alak behajlított karokkal. Kesztyűt visel, kezében golyókkal. Meghökkentő a sisak. Kerek, mint egy búvár sisak. Rajta túlméretezett fülkagyló. A sisakot tömlőszerű képződmény köti össze egy edénnyel az alak hátán. A sisak középpontjában, ma azt mondanánk a sisakrostély mögött, egy nézőnyílás, amely mögött még kivehető a sisak viselőjének homloka, orrnyerge és szeme. Az orr meghosszabbításába a kőfaragó egy állati pofát faragott ki, amelynek torkából a sisak viselőjének légzési gázai törnek elő. A régészet a sztéli ábrázolásában egy maja labdajátékost vél felismerni, azonban a maják életveszélyes labdajátékukat soha nem játszották zárt sisakban. Szeretnék itt korunk kargó kultuszaira emlékeztetni. Amikor a benszülöttek szalmából megépítették egy repülőgép modelljét, semmit nem értettek a repülőgép technológiájából, belső szerkezetéből. Ők csak a külsőségeket imitálták. Ugyanígy volt itt is. A kőfaragó nem tudott semmi zárt sisakról, amelybe be kell vezetni a légzéshez szükséges levegőt. Csak azt faragta ki, amit látni vélt. Így lett egy védőszűrőből állati pofa. A világ minden táján kőóriások adtak fel nekünk rejtvényeket. És a világ minden táján találunk építményeket, amelyeket az istenek tiszteletére emeltek, az istenekére, akik az égből jöttek. Ez a repülőszerkezetet ábrázoló sziklarajz Japánból származik. 7000 éves. Ez a kis aranyrepülőgép ábrázolás Kolumbiából való. Több mint 1000 éves. Szélcsatornában tesztelték. Aerodinamikai tulajdonságai megfelelnek egy modern repülőgép tulajdonságainak. Kizártnak tartottuk, hogy mindennél még meggyőzőbb bizonyítékai legyenek idegen intelligenciák földi látogatásának. Vannak ilyen bizonyítékok. Repülőnkkel a csendes óceán felől közelítjük meg a dél-amerikai kontinenst, Peru déli partjait. Előttünk a Piscoi-öböl. Ott egy különös rajz, mintegy 300 méter magas, egy háromágú szigony. Kétségtelenül egy jelzés. Jelzés, de kinek? Még egyszer rárepülünk. 2000 óta mutatja ez a jel az utat a szárazföld belseje felé. De kit kellett itt útba igazítani? Követjük a jelet. Alattunk ősi kultúrák romjai. És előttünk fekszik a titokzatos Nazca-fennsík. Vonalak futnak felénk. Vonalak, amelyek a földről nézve értelmetlenek. Nem egyebek a napégette talajba húzott barázdáknál. Legalább 2000 évesek. Ebben a tudósok egyetértenek. De sok minden arra mutat, hogy még régebbiek. Valóban értelmetlenek ezek a vonalak? Nagy magasságból, repülőgépről nézve hirtelen felismerjük, hogy hatalmas rajzokról van szó. Egy pók fölött repülünk el. Egy sas fölött. Egy páva és egy kolibri. A
figurák egyike sem felismerhető a földről. Körös körül sehol egy hegy, amelyről a fensíkot át lehetne tekinteni. A rajzokat tehát csak olyas valakinek készíthették, aki a levegőből jött. És újabb vonalak bukkannak fel előttünk. A földről ezeket sem lehet hova sorolni. Nyílegyenesen, mintha rajztáblán tervezték volna őket, futnak alattunk. Hatalmas geometrikus vonalak. Némelyek párhuzamosan futnak, mások keresztezik egymást. A pályák hirtelen kezdődnek a síkságon, és épp olyan hirtelen végződnek is. Asztronómiai jelképek? Kihez szóltak volna azok a jelképek, amelyeket csak nagy magasságból lehet felismerni? Talán utak voltak? Az olyan utaknak, amelyek nem vezetnek sehová, vagy hirtelen végük szakad, nincsen értelmük. De ha leszálló pályák voltak, akkor kinek a számára? Nem adják meg ezek a figurák a választ. Amióta elkészítették ezeket a felvételeket a Nazca fennsíkról, 18 év telt el. A tudomány felkínált néhány magyarázatot a Nazca fennsík rejtélyének megoldására. Magyarázatokat, amelyek mind megcáfolhatók. Eredetileg azt hitték a vonalak inka utak maradványai. Mire valók olyan utak, amelyek párhuzamosan futnak, hirtelen végződnek és kezdődnek? Felmerült egy trigonometria vallás gondolata is. Mária Reiche asszony, német kutató, a vonalakban csillagászati naptárt ismert fel. Időközben azonban már a naptár elméletet is egyértelműen megcáfolták. Jim Woodman, amerikai hobbi régész úgy vélte, a Nazca fennsík léggömbindító hely volt. Miért lenne szükség hőlégballonok indításához több kilométer hosszú, széles, nyílegyenes, kifutó pályaszerű vonalakra? Még sportpályának is vélték a Nazca fennsíkot. Egy professzor kifejtette, hogy az inkák előtti korok sportolóinak végig kellett futni a vonalak és a rajzok nyomán. Csak azt hallgatta el, hogy némely figurák ferdén, a sziklafalakon helyezkednek el, nem lehet végig futni rajtuk. Az én véleményem még mindig az, amit a könyveimben is megírtam. A Nazca fennsíkon valamikor földön kívüliek szálltak le. Természetesen nem volt ehhez szükségük leszálló pályára. Ki is épített volna nekik ilyet? De valamilyen járművel leszálltak, és csupán a leszállástól már létrejött a puszta talaj felületén valamilyen nyom. Épp úgy, mintha én járművemmel a homokba hajtok, a kerekek nyomokat. A benszülöttek észrevették a nyomokat, és elkezdték másolni azokat. Ugyanúgy, ahogyan az ma a kárgókultusz viselkedésében kimutatható, amikor is úgy Guinea a benszülöttei kísértett repülőteret építettek. Végül a benszülöttek óriási, hatalmas figurákat építettek a vonalak hálójába, de oly mértékben túlméretezve, hogy összességükben csak nagy magasságból lehetett felismerni őket. Egyébként kimondta, hogy az űrrepülőknek nincs szükségük kifutó pályára. Amikor az amerikai űrrepülőgép leszállt a kaliforniai Mojave sivatagban, a NASA előzőleg hatalmas, barna vonalhálót húzott a sivatag homokjába. És ha 2-300 év múlva a régészek belebottanak a Mojave sivatagba, akkor az egész találgatás újra kezdődhet előről. Vajon az istenek idegen csillagokról jöttek? Az istenek asztronauták voltak? Thank you.
az egész világon gyűjtöttünk bizonyítékokat. Lehet bennük kételkedni, de agyon hallgatni nem lehet őket. Ameddig a tudomány hallgat, fel kell tennünk a kérdést. Lehetséges, hogy így történt? Vajon az istenek idegen csillagokról jöttek? Lehetséges, hogy így történt.